Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Kézműves játszóház és vízi biciklizés gyerekeknek, főzőverseny és zenés produkciók felnőtteknek. Az első felsővárosi városrészi nap kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínált programot szombaton a Millenniumi Emlékparkban. A más városrészeken már bevált programelemek mellett különlegességekkel is várták a felsővárosiakat és a más település részről érkezőket. 14 csapat részvételével zajlott szombaton délelőtt a városrészi napok hagyományos programja a jótékonysági főzőverseny, melyen több felsővárosi csapat is indult, s melyen 100.900 forint gyűlt össze a fogyatékkal élők támogatására. Nagyon örültünk neki, és már éppen ideje, hogy legyen valami, és ez most pont nagyon jól jött. Hányan jöttek el főzni? Hát most hárman főzünk, de közben jönnek, meg mennek, változik a csapat. Mit készítenek? Pörköltet, sertéspörköltet, különleges recepttel, de azt titok. Mit szóltak ahhoz, amikor meghallották, hogy a felsővárosiak számára is lesz egy ilyen városrészi nap? Első alkalommal. Igen, igazából nagyon örültünk, mert hát tényleg itt ezen a környéken még így nem volt, és ezért is gondoltuk, hogy akkor benevezünk a főzőversenyre. A délelőtti programot a fiataloknak kosárlabda bemutató, a gyerekeknek ugrálóvár színesítette, délután pedig kézműveskedésre, vízi biciklizésre és sétakocsikázásra is várták őket. Csináltunk egy ajtódíszt. Ilyen kis pillangost. Pencikában itt lefestettük. Utána választottam ilyet, aztán ráragasztatjuk. A felsővárosiak egy különleges kiállítást is megtekinthettek. A közelmúltban előkerült városi fotósorozat azon képeit mutatták be, melyek a 70-es években készültek a városrész utcáiról. Ha megnézik a képeket, akkor egyrészt látunk rajta ugyanolyan házakat, amelyek ma is gyönyörűen állnak, legfeljebb modernizálták, felújították, szigetelték, viszont látunk rajta 3-4 olyan házat, én a 70-es évekből a gyerekkoromból emlékszem rá, náddal fedett, van egy, ami összedőlőben van, és van kettő, ami kiváló állapotban van, tehát abban az időben még azokban a házakban egyértelműen laktak. A rettentő kánikula ellenére délután egyre többen érkeztek, hogy megnézzék a színpadi műsorokat. A kicsiket a babszínpad szórakoztatta, de fellépett a Pápai Nyugdíjas Egyesület, a Musical Studio, a Vadvirág Néptánc Együttes, a Rebel Lion TSE és a Vasari Citera zenekar is. Az estibál hangulatát Kós János és Dékány Sarolta alapozta meg. Az egyre népesebb közönség láttán dr. Herman István, a városrész önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, jövőre újra megszervezik a programot. Én bízom benne, hogy ez az első, szándékosan tettük oda az egyest, akkor kell, hogy legyen második, harmadik, negyedik, ötödik. Pápán körülbelül 10 éve vannak városrészi napok, és ehhez szeretnénk mi is teljes intenzitással csatlakozni. Az első felsővárosi városrészi napra nem csak a helyiek, hanem a más városrészeken élők is kilátogattak. A hőségben általában kétszer annyi esethez vonulnak a mentők, mint máskor. A kánikulai napok nagyban megterhelik még az egészséges szervezetet is. Pápán a nagy melegekben, amikor 30 fok felett volt a hőmérő higanyszála, meglepően kevés feladatot hajtottak végre a mentőszolgálat munkatársai. Kürti József, a helyi mentőállomás vezetője híradónknak elmondta, még a napi átlagot sem érte el a vonulások száma. A hétvégi hidegfront viszont érezhető volt. Többször hívták a mentőket leesett vércukorszint miatti rosszullétekhez. A pápai tűzoltóknál sem volt nagy számú riasztás a kánikula idején, tudtuk meg Csillag Istvántól, a pápai katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjétől. A körzetben Bakony-Szent Ivánon 100 köbméter tűzifa gyulladt ki egy udvarban, Pápa Salamon mellett pedig egy traktor pótkocsiján szállított bálák kaptak lángra. A kánikula idején baleset miatt nem kellett vonulniuk a tűzoltóknak. A hétvégén pedig somlószőlősre riasztották őket egy leszakadt faág miatt. Jézus Krisztus nagyanyját, Szűz Mária édesanyját köszöntötték vasárnap délelőtt a Szent Anna templomban. Az ünnepi búcsúmisén Kerekes Károly Hubert, bencés diakónus mondott szentbeszédet, és a hagyományoknak megfelelően megáldották a kerek évfordulót ünneplő katolikus házaspárokat is. Már szombaton elkezdődött a Szent Anna templom búcsúi ünnepsége. Este rózsafűzért imádkoztak, és szentmisét tartottak a nagyszülőkért.
A vasárnapi 9 órás szentmisére sokan eljöttek, hogy a július 26-i Anna napon a templom védőszentjére emlékezzenek. 1875-ben szentelték föl ezt a templomot, hát azóta minden évben ünnepelték. A búcsúmisén szentbeszédet Kerekes Károly Hubert bencés diakónus mondott. Kerekes Károly pápai születésű, diplomája megszerzése után a Városi Könyvtárban és a Kiliáni Általános Iskolában dolgozott könyvtárosként, majd jelentkezett a pannonhalmi bencés közösségbe. Ez 2001-ben történt ez a váltás, amikor az általános iskolából elmentem Pannonhalmára, és akkor kezdődött a noviciátusom, a szerzetes életem. Azért ez nem egy éles váltás, hanem nyilvánvaló egy ilyen dolog az emberben érik. Folyamatosan ez körülbelül egy 10 éves folyamat volt, hogy végül is megérett bennem, hogy szerzetes legyek. Kerekes Károly Hubert diakónust augusztus 21-én a győri bencés templomban fogja pappá szentelni Várszegi Asztrik főapát. Augusztus 29-én pedig a pápai bencés templomban fog új misét tartani Kerekes Károly, tudtuk meg a vasárnapi alkalmon. A búcsúi szentmisén a hagyományoknak megfelelően megáldották a jubiláló házaspárokat is. A búcsú alkalmából a Szent Anna plébánia híveinek adományaiból tartós élelmiszercsomagokkal segítették a rászorulókat. Szeretnék örömet szerezni, nem csak örülni, hanem örömet szerezni másoknak is. Szent Anna ünnepén, hiszen nagy égi pártfogón közben járunk, és hiszük, hogy a Jóisten áldás az ő közben járásaira is segíti családjainkat, segíti plébániai közösségünket Krisztus nyomába lépni, járni. Az Anna napi búcsú a hagyományoknak megfelelően esti hangversennyel zárult a Szent Anna templomban. Patkolás, nyergelés, ruha, fegyver és mesterség bemutató, kézműves foglalkozások. A főtéri nyár programsorozat hétvégi rendezvényén jól megfért egymás mellett a régmúlt és a jelen. A résztvevők megismerkedhettek az avarkori ruhákkal és harci eszközökkel, valamint végignézhették többek között a körmözés és a lópatkolás folyamatát is. A Hagyományok Hegye Egyesület, a Pápai Lovas Klub és a Bakonyalja Népművészeti Egyesület közös programján szombaton délután többek között az avarkori világ elevenedett meg. A főtéri eseményt Unger Tamás alpolgármester ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Elsőként a versenylovak és a lovaglás hátterét mutatták be a Pápai Lovas Klub tagjai. Azokat az elemeket, melyeket a versenyeken nem lehet látni. Hogyan ápolnak egy lovat, hogyan készítenek fel, milyen felszerelési tárgyai vannak, eszközei vannak mindennek, melyek azok a szerszámok, amik ezt a munkát segítik. Nem lehet azt látni, hogy hogyan kell felnyergelni a lovat, és miért úgy kell felnyergelni. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy ezek a felszerelési tárgyakat hogyan érdemes, hogyan kell használni, milyen egy körmözési, patkolási bemutató. De bemutatták azokat az érmeket, díjakat is, melyeket a klub versenyzői nyertek, és azokat a tablókat, melyek a múltba tekintenek vissza. Az avarkori múltidézésben a régi fegyverek és ruhák voltak segítségre. Lesz bemutató, ami az íjászattal kapcsolatos, vagy éppenséggel a fegyverek hatásbemutatója, olyan vágószúró fegyverek, amit a kornak a hadserege használt. Az eseményen a 25 éves Bakonyalja Népművészeti Egyesület tagjai is jelen voltak. Ők kreatív foglalkozásokkal kötötték le a gyerekeket, akik szívesen ültek le az asztalokhoz, gyöngyöt fűzni, faékszert készíteni vagy gyurmázni. Bár csak rendszeresen lehetne alkalmat találni arra, hogy a város fiatalsága minél korábban és minél sokszínűbben megismerkedhetne így a mesterségekkel. Ez nagyon fontos, hogy a gyerekek akár 3-4 éves korukban megismerjék azt, hogy a kezük mire való. Bár a szombat délutáni program utolsó részét elmosta az eső, a szervezők sikeresnek találták az eseményt. Ezt az érdeklődők magas száma is bizonyítja. Esős, felhős idő várható. Részletek az időjárás jelentésben.
Kedden eleinte több napsütésre számíthatunk, de később a nyugati és északi tájakon kialakulhat esőzápor, néhol zivatar. Az északnyugatira forduló szél északon, északkeleten felélénkül. Északnyugaton 23-26, délkeleten 31-32 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk. Szerdán az ország északi felén lesz erősen felhős az ég, ott 21-26, a déli országrészeken pedig 27 és 32 fok várható. Kedves nézőink, ezek voltak híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, tartsanak velünk, viszontlátásra!